Az önkéntességre szeretnénk felhívni a figyelmet. Díjátadóval egybekötött szabadtéri kiállítás megnyitott tartottak kedd délelőtt a civil központ előtti téren. A tablókon önkéntes programok és önkéntesek várják az érdeklődőket egy hónapon keresztül. A június elején önkéntesek hete kapcsán írt ki pályázatot az Eko Innovációs Műhely. Két kategóriában várták a jelentkezőket, önkéntesek és közösségi szolgálat tematikájában vártak pályázatokat, melyek közül a legeredményesebbek kerültek a tablókra. Számos pályamű érkezett, egy háromtagú zsűri bírálta el, a háromtagú zsűri úgy került ki, hogy a városunkból került ki egy szakértő, egy Pest, az önkéntes központ alapítvány ügyvezető igazgatója, és Bács-Kiskun megye önkéntes központ vezetője bírálta a pályaműveket. A tablókiállítás július 25-ig látható, a díjazottak szerepelnek rajta, és az önkéntességre szeretnénk felhívni a figyelmet. A projektet a fehérvári önkormányzat is támogatta. A kiállítás megnyitóján Deák Lajos önkormányzati képviselő az önkéntesek mindennapokban megtett áldozatos munkáját méltatta. Az önkéntesség szerintem nagyon fontos a mai társadalmunkban. Nagyon fontos, hogy olyan személyek legyenek, és fiatalok főleg, akik odahajolnak az idősekhez és segítő kezet nyújtanak. Értem az alatt egy bevásárlás vagy bármi kapcsán, vagy egy rendezvény, egy program, akkor lesz sikeres, hogyha vannak önkéntesek, akik támogatják ezeket a szervezeteket. A program kapcsán a megjelent szervezetek nyári programjaikról is beszéltek a kiállítás megnyitó után, hiszen a civil szervezetek a vakáció alatt sem pihennek. A programokról mindenki részletes információt talál majd a Fejérvár megyei civil közösségi szolgáltató központ Facebook oldalán.